Az én igazi ébredésem azt hiszem, hogy Ausztráliában kezdődött úgy igazán, amikor megérkeztem egy 20 kilós bőröndel egy olyan országba, ahol gyakorlatilag egész évben süt a nap. Nagyon sok mindenre ébredtem rá. Elsősorban arra, hogy egy kicsit pozitívabban élem az életemet, és kicsit jobban kinyitom a szemem, és megpróbálok látni, nem csak nézni, akkor csoda dolgokat vehetek észre. Rádöbbentem arra, hogyha nem a telefonunkba bújva, a telefonunkba zárkózva éljük a hétköznapjainkat, akár a metrón, az utcán, bárhol, hanem figyelünk a körülöttünk lévő világra, akkor valahogy minden könnyebb, és valahogy mindenre sokkal gyorsabban választ kapunk, ébredővé válhatunk. Aztán hazajöttem, és nem sokra rá megismertem a páromat. Ez volt az én ébredésem következő nagy szakasza, hiszen onnantól kezdve, hogy együtt voltunk, kisütött a nap az életemben, körülöttem, bennem, minden szempontból. Mert a következő és egyben legfontosabb szakasza ennek a folyamatnak az volt, amikor várandós lettem, és megszületett a kislányom. Olyan dolgok láttak napvilágot a lelkemben általa, amikről csak álmodoztam mindig, hogy ott lapulnak legbelül. Olyan dolgokra ébredtem rá, amik eddig rejtve voltak a szemem előtt. Csoda azóta az élet vele, és imádom minden percét. De 100%-os ébredővé akkor váltam, amikor elkészült az új lemez. Több mint egy évig íródott, és rengeteg érzés, rengeteg gondolat volt bennem, amit szerettem volna ebbe a lemezbe beletenni és átadni. És úgy gondolom, hogy ez sikerült is. Amikor először a kezembe kaptam az úgynevezett mastert, azt a zenei anyagot, ami a végeredmény, ami gyártásba megy, és majd amit ti is hallani fogtok, akkor éreztem azt igazán, hogy hazaértem, ébredővé váltam. Remélem, hogy a ti ébredésetekhez is hozzá fog majd tenni ez a lemez valamelyest, és nagyon bízom benne, hogy úgy, mint az elmúlt 16 évben, sok szeretetet, támogatást, boldogságot, segítséget fogtok kapni tőlem ezáltal a lemez által. Úgyhogy arra buzdítanék mindenkit, hogy nyissátok ki a szemeteket minden nap, lássatok, ne csak nézzetek, és váljatok ti is ébredővé.